Távolítsd el. Nem is olyan egyszerű, igaz? Összecsukni könnyebb egy kicsit. A köldökzsinór elvágásának technikájával ismerkednek a gyerekek a kórház nyílt napján. Ezen kívül számos az ápolással és a gyógyítással összefüggő bemutatón vehettek részt. A kórház nem titkolt célja, hogy a gyerekek által alig ismert szakma sokszínűségét megismertessék, és ezzel tegyék vonzóvá az egészségügy munkaterületét. Biztos néztek tévét, látjátok ezeket a kórház sorozatokat. Mi körülbelül azt csináljuk itt a kórházban, mint amit a tévében láttunk, csak élesben, nem színészekkel, hanem valódi embereknek a valódi problémáit és a valódi betegségét és a valódi vészhelyzeteket kell megoldani. Németh Csaba a kórház főigazgatója bevezetőjében arról beszélt, ki az, aki megtalálja hivatását az egészségügyben. A mostani nyílt napra közel 100 kisiskolás kapott meghívást. Igyekszünk megmutatni a kórházunknak minél szélesebb területét, a különböző szakmacsoportokat. 9 helyszínen fogjuk várni, vagy fogunk találkozni a diákokkal. Műtői ellátást, felnőtt ápolást, gyerekápolást, labordiagnosztika, röntgen és ultrahangdiagnosztika területét, illetve az asszisztensi munkát fogjuk nekik megmutatni. A kezdeményezés nem titkolt célja, hogy minél több gyereket orientáljunk az egészségügy irányába. Hogy legyen az egészségügyi szakdolgozóknak utánpótlása, sajnos egyre kevesebben választják ma ezt a hivatást. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az emberek nem ismerik az ápolói és szakdolgozói hivatás sokszínűségét. Ezt kell megmutatni a pályaválasztás előtt álló fiataloknak a jövő munkaereje érdekében, mondta az egészségügyi szakdolgozók kamarájának megyei elnöke.